Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Bár a járvány kihirdetése óta zárva van a Babits Mihály Kulturális Központ, a munka nem állt le a házban. Folyik az idén 50 éves épület belső rekonstrukciója, a szakma pedig már a vírus utáni idők programjain dolgozik, miközben segíti a szociális ellátórendszert is munkájában. A szabadtéri programokról szólva az már egészen biztos, a nagy rendezvényekről le kell mondani, és veszélyben van az idei szüreti napok is. Készül az internetes foglalkoztató következő darabja a Babits Kulturális Központ honlapjára. Az intézmény bár jelenleg a járvány miatt zárva tart, a munkatársak több területen is dolgoznak. A műszaki stáb a színháztechnika karbantartását végzi, a szakma pedig egyrészt segít a város szociális feladatainak ellátásában és internetes tartalmakat gyárt. És persze akad dolog a programok átütemezésével is. Zsikó Zoltán igazgatóval a jelenlegi helyzet mellett a talán leginkább közérdeklődésre számot tartó kérdéstől is beszélgetünk, arról lesz-e idén szexádi születi napok. Számos szektort nagyon rosszul érint ez a koronavírus, így talán az egyik legkiemelkedőbb ilyen szempontból sajnos a kulturális központoknak a helyzete az országban. Mi március 17-én meghoztuk azokat az intézkedéseket, amikkel tulajdonképpen jelentősen csökkentettük a munkavégzés számát, a rendezvények számát teljesen lenulláztuk, a kulturális központot tulajdonképpen bezártuk, és a munkavállalókkal home office-ban folytatjuk tovább a munkát, illetve hetente online értekezleteket tartunk. Azokat a munkavállalókat, akik pedig korábban rendezvénytechnikai feladatokat láttak el, és tulajdonképpen ők kétkezi munkások, ők pedig most a kulturális központot karbantartják, festéseket végzünk, és igyekszünk olyan állapotba hozni az intézményt, amilyen egy újszerű állapotba. Ugye általában júliusban szoktuk ezeket a munkákat elvégezni, most egy kicsit előrébb hoztuk, így most mindenki dolgozik itt a kulturális központban. Egyébként pedig segítséget nyújtunk a szociális ellátásban, az ételkihordásban segítjük a városnak a munkáját egy kisebb létszámban, de nyilván ahogy szükség van ránk, úgy egyre nagyobb létszámban segítséget tudunk nyújtani, tehát igyekszünk most ebben a rendkívüli helyzetben is helytállni, a kulturális életet pedig előkészíteni arra az esetre, hogyha reméljük majd feloldódik ez a veszélyhelyzet és a kijárási korlátozás, és engedélyezik majd újra a rendezvények megtartását, akkor igyekszünk addig egy kész tervvel, egy kész koncepcióval majd a lakosság elé állni, és bízunk abban, hogy újra meg tudjuk tölteni a tereinket, és kulturális tartalommal tudjuk megtölteni az emberek mindennapjait majd itt Szexárdon. A korlátozás több már bejáratott rendezvényt, a Pünkösdi Fesztivált és a Mesefesztivált is érinti. Zsikó Zoltán a születi napok megrendezésével kapcsolatban sem optimista. 100%, hogy augusztus 31-ig elmaradnak a szabadtéri nagy rendezvények, de én most a jelenlegi álláspont szerint nem vagyok túl optimista a születi napokkal kapcsolatban sem. Tehát, hogyha nézzük a picit egy nemzetközi kitekintést veszünk, akkor azt láthatjuk, hogy a külföldi szomszédos országokban az őszi rendezvényeket is, gondolok itt főként a nyugati országokra, az őszi rendezvényeket már lemondták, vagy jelentősen korlátozták, így aztán arra számítok, hogy szeptember 3. hétvégéjén ez az én álláspontom. Szerintem a születi napok abban a formában egészen biztosan nem lesz megrendezve, ahogy ezt korábban megszokhattuk, és az sem kizárt, hogy semmilyen formában nem kerül megrendezésre. Nyilván a legfontosabb az ember és az egészség, és a legfontosabbak a nagyszüleink és az idősebb korosztály. Nyilvánvalóan, hogyha a veszélyhelyzet fennáll, és ez a járvány nincs még abban a stádiumban, akkor nyilván nem lehet majd rendezvényeket tartani, és ez nagyban befolyásolni fogja az előttünk álló időszakot is. Emellett a befogadó színházi tevékenységre is rányomja a bélyegét a vírus. Jelenleg az átütemezés lehetőségeiről tárgyalnak a színházakkal. Optimisták vagyunk, és azt reméljük, hogy az év második felének a végén meg tudjuk rendezni azokat az előadásainkat, amik most elmaradtak, és így azt mondhatom, hogy a jegyvisszaváltásokkal kapcsolatban is folyamatosan dolgozunk azon, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy
minél jobban, minél hamarabb vissza tudjuk fizetni a jegyeket. Ebben egy kis türelmet kérek, hiszen nincsen két ugyanolyan előadás, nincsen két ugyanolyan megoldás, tehát minden egyes előadást külön kell kezeljünk, és amelyik előadást meg tudjuk tartani majd ősszel vagy télen, azokra az előadásokra elsőként fel fogjuk ajánlani majd az időpontot, és ha az időponttal nem élnek majd a látogatók, akkor természetesen nekik vissza fogjuk fizetni a jegyárat, de erről majd később szeretnék tájékoztatást adni, illetve folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a Facebookon és a közösségi médiában, illetve a mindenféle elektronikus felületünkön, úgyhogy kérem, hogy látogassák a honlapot és a közösségi médiát, mert folyamatosan tájékoztatást adunk, illetve online tartalommal szolgálunk, és online kulturális tartalommal fogjuk megtölteni az elektronikus felületeinket, így aztán különféle kiállításokat fogunk szervezni majd a Facebookon, különböző koncerteket fogunk szervezni, és színházi előadásokat a Facebookon, illetve hát 1970-ben nyitotta meg a kapuit a kulturális központ, ami azt jelenti, hogy 50 éves a ház, hát sajnálattal mondhatom, hogy nem ilyen 50 éves jubileumi évet terveztünk 2020-ban. Mindezek ellenére nem mondott le a kulturális központ az évforduló megünnepléséről. A tervek szerint a télen vagy a jövő esztendőben kerülhet sor az 50. életévében lépett Babits Műfáz megünneplésére. A szekszárdi Íj és Gyula megyei könyvtárban is zajlik az élet a zárt ajtók mögött. Az intézmény dolgozói napi kapcsolatban vannak az olvasókkal, és rendszeres kiszállítás is zajlik a megigényelt kötetekből. Emellett kötelező feladatként folyik a könyvek rendszerezése is. Olyan helyet mutat Liphauser János, a Tolna megyei Íj és Gyula könyvtár igazgatója, mely a látogatók szem elől zárva van. Ezennyi könyv van az intézmény raktárában, melyek most, hogy nincsenek látogatók, leltározás alatt vannak. 12 évente kötelezően ellátandó feladat a kötetek feltérképezése, de ez, mondja az intézmény vezetője, a kölcsönzési időben lehetetlen feladat. Minden rosszban, a járványban is van valami jó, például itt az, hogy nyugodtan lehet dolgozni. Minden könyvtár életében kötelező jelleggel van olyan feladat, hogy az összes könyvet meg kell vizsgálni, ezt leltározásnak hívja a köznyelv, de mi állományrevíziónak nevezzük. A dolognak az érdemi része az, hogy az összes nyilvántartásunkat összevetjük a ténylegesen a polcokon levő könyvekkel, és minden ellentmondást próbálunk kideríteni, hogy ez a könyv azért nincs ott, mert ellopták, azért nincs ott, mert mi rosszul dolgoztunk valamikor régen, azért nincs ott, mert valami történt vele, tehát ezeket valahol mindig össze kell elemezni. Ez egy olyan léptékű könyvtár esetében, mint a megyei könyvtár, ez 12 évetnek kötelező. Most már soros volt, már tervezhető volt az, hogy meg kell csinálnunk, de adott ennek egy más elképzelésünk, és nyilván egy nagyon fontos aktualitást az, hogy készülünk mindenek ellenére arra, hogy új könyvtárba költözzünk, és az új könyvtárba való költözésnek az egy nagyon fontos logisztikai előkészítése, hogy egy olyan állománnyal menjünk át az új épületbe, amiben nincsenek csontok, nincsenek problémák, próbáljuk letisztázni, amennyire lehet egy több százezres nagy állománynál ezeket a kérdéseket. Ez a munka folyik, ez nagyon nehéz feladat. Ha naponta a kollégák megcsinálnak 1000-1500 könyvnek az én átvizsgálását, akkor ez egy nagyon jó teljesítmény. Ha nagyon ügyesek és nagyon kitartók, akkor 2000 fölött is tudnak megcsinálni. Most ezt vessük össze mondjuk több százezer kötettel. Tehát ez egy hosszú, kitartó, nagy monotonitást tűrő képességet igénylő feladat. Nem is lehet mindig csinálni, és ezt kifejezetten nem lehet akkor csinálni, amikor olvasók vannak, mert akkor ezt a dolgot eleve lehetetlen. Ha az olvasó nem jöhet a könyvtárba, akkor nekünk kell eljutni hozzájuk, mondja Liphauser János. És nem csak a kölcsönzéssel, hanem olyan kapcsolatokkal is, melyeket a rendezvényekkel már kezdtünk kiépíteni, és ezeknek próbáljuk megtalálni az internetes formáit. Egyre többen és egyre intenzívebben használják az internetet, az internet világát, és egyre nagyobb igények jelennek arra, hogy valami fajta plusz információ jelenjen meg benne. Nekünk itt nyilván az a feladatunk, hogy azokat az embereket, akik kapcsolódnak, érzelmileg kötődnek a könyvtárhoz, azokat ne hagyjuk magunkra. Folyamatosan próbáljunk számukra kapcsolódási pontként megjelenni, olyan fajta programokat kínáljunk számunkra, ami fontos. Elkezdtünk egy sorozatot, amit igen nagyon pozitív visszajelzések mellett megy, gyerekkönyvtáros kollégáinkról
videófelvételek készülnek, van egy sajátságos mesélési technika. Ugye a gyerekkönyvtáros kollégáink papírszínházas meséléseit fölvesszük. A papírszínház egy nagyon érdekes játék, amiben a kép, a mesélő egy nagyon érdekes emberközeli kapcsolatban van egymással. Ezeknek a videófelvétele ugye nem adja vissza azt, amikor ezt élőben a könyvtáros jelenlétében látják, de mégis ad egyfajta biztonságot és egy olyan fajta ismerősérzést, ami fontos. Mi folyamatosan próbálunk annak az országos kampánynak is megfelelni, hogy próbáljuk az embereket az otthonmaradásra késztetni. Ennek kapcsán sokféle akciónk jelent meg játékos és komoly formában, és próbálunk megemlékezni mindig azokról a fajta közösségi ünnepekről, amiket már nem tudunk úgy megünnepelni, mint egyébként tudtunk volna máskor, de például a Költészet napjára készített videónk is sikeres volt, ahol többen mondtuk fel József Petel a Harmatocska című versét, és Komjáti Tamás énekelte Dicső Zsolt átiratát, ami erre a versre készült. Én azt hiszem, hogy ezek fontos eszközök, olyanok eszközök, amiket a könyvtár eddig nem használt, nem így tudtuk használni, és nyilván ezeket most tanuljuk, és azt is hiszem, hogy viszont ez egy nagy lehetőség arra, hogy olyanokat tanuljunk meg, amit egyébként máskor nem biztos, hogy megcsináltunk volna. Amit most csinálunk, arról régóta tudtuk, hogy ez az irány. Ám az élet a bevezetését is elénk hozta. Azt gondolom, sok olyan eszközt tanulunk meg ezekben a napokban, melyet a jövő könyvtárának működtetésében alkalmazni fogunk, mondta Lipózer János. Lezárult egy korszak a bogyiszlói zenekar életében. Április elején elhunyt az utolsó alapító tag, Kovács Ferenc Teljes. A bogyiszlói zenekar Tolna megyei Prima díjjal kitüntetett, fél évszázados népzenei családi tradíciót ápoló zenekar. Teljes emlékét Mihalovics Zsolt, a zenekar vezetője idézte fel, ezzel is leróva tiszteletét előtte. Elment az 50. jubileumi évét ünneplő bogyiszlói zenekar utolsó alapító tagja, Kovács Ferenc, vagy ahogy mindenki ismerte, Teljes. A tavalyi jeles eseményen sem tudott részt venni és zenélni Kovács Ferenc, a zenekar tamburabrácsása. Idén áprilisban azzal a szomorú hírrel szembesült a zenekar, hogy elhunyt az utolsó alapító tag is, Teljes. Jelenleg Orsos Kis János unokája, Mihalovics Zsolt vezeti a zenekart. Ő idézte fel a zenekar alakulását, és Kovács Ferenc szerethető, egyedi és ikonikus alakját. Bogyiszlón akkor is, még manapság is azért, de nem annyira jellemző, nagyon nagy számban jelentek meg az emberek. Egy lakodalom 4-500 fős embereket csoportosított oda, és így azért meg kellett szólalni. Tehát itt egy 5-6 tagú zenésznek mindenképp oda kellett állnia. Na most a zenekar azonban az 50-es évek vége felé sajnos megfogyatkozott. Nem igazán volt utánpótlás, a vonos zenekar, a tambura zenekarok is, és ekkor 69-es években talált egymásra ez a két kisebb létszámú zenekar, így a vonos zenekar között a hegedű brácsa, nagybőgő, a tamburás zenekarból pedig a tambura prima, tambura brácsa, és ott is ugye a bőgő, amit ugye pengetőse játszott, penget fel a bőgőt. Na és akkor jöttek arra az öreg, hogy mi lenne együtt, megpróbálnák ezt így együtt játszani, mert hát 50-60 azért minimum. És akkor cimban most általában hoztak vidékről, mert helyben nem volt, Tolnáról, Szekszárról. És akkor kitalálták azt, hogy játszunk együtt ezekben a lakodalmakban. Hát ez olyan jól sikerült, hogy 69-ben ez a fúzió összejött, és akkor azt követően valóban a zenekar már így működött, és hogy majdnem igazából ezt a zenekari hangzást hallották meg a nagy népzenegyűjtők, népzenekutatók. Nagy űrteljes hiánya. Még igazán felfogni sem tudták a zenekar tagjai, hogy egy korszak lezárult az ő halálával. Nagy űr lesz, egy óriási jelenség volt. Ő az ember volt még a zenekaron belül, amit beszéltem az elején, hozta ezt a régi feelinget, ezt a muzsikálunk, ezt a szeretek zenélni.
És amikor mi mentünk is, sokszor mondjuk a munka után, hogy majd nyugdíja mellett úgy jött, és várt, hogy mikor viszem már zenét, Körözfinnek nevezett, hát azért ilyen lógó köröztapám volt, aki régen megjelent a lakodalmakban, azok komák lettek, lógókomák, meg köröztapám, meg Körözfi, és akkor így neveztük, így neveztem. Rajtam kívül aztán nagyon sokan Köröztnek nevezte egyébként, teljesről beszélünk. És mikor megyünk már zenézni, hogy ő ezt így mondta, és megjelent, akkor már kicsit fáradtam, és olyan kedve derűt hozott nekünk, ha hajnal 3-kor is már jöttünk, hogy mind nevettünk, és olyan jól éreztük magunkat, hogy nem lehet elmondani. Nagyon fog hiányozni, és mellette természetesen maga a zenei játéka. Ez fájó pont, és én úgy érzem, hogy a zenében azért vannak olyanok, hogy ezt kimondhatjuk ott, azért a pótolhatatlanság az megjelenik. Tehát pótolható mindenki, de a zene ez egy másfajta világ. Tehát ott van mindenkinek egyénisége, van egy különlegessége, van egy tehetsége, és ezért ezt ugyanúgy pótolni nem lehet, és nem is kell. Most már mondhatom azt, hogy az unokák maradtunk sajnos. Tényleg így érdekes, hogy a unokák vettük át ezt, és bízom abban, hogy azért, mert van pótlás egyébként az a brácsásnak is, a tambura brácsásnak, azért láttuk, hogy már öregszik, és sikerült ugyanúgy egy testvéremet, unokatestvéremet így betanítani erre. Úgyhogy most mi már csak a fiatalok maradtunk, lezárult egy korszak, ez kimondható. Egy komoly korszak zárult le. És most már ott van az égi zenekarban, ő is fönt, a régi a nagypapámikkal is. Most biztos néznek, ahogy beszélek is. És lehet, hogy na, jó van gyerek, majd nektek is szépen csináljátok, csak is még fönt húzzuk, és majd segítünk nektek. Mert mindig ott vannak velünk, ezt érzem. De az a sajnálatos dolog még, hogy visszatérek, a legutolsó muzsikálásunk az a temetésen történt, mert elmentünk természetesen a zenekarral, és elkísértük az utolsó útjára. Hát ez nem egyszerű soha, és főleg akkor, amikor az ember sokat átél egy személlyel, és rengeteg sztori jut az eszébe. Úgyhogy nekünk az utolsó zenénk, nem is olyan rég, az így történt. Egyedi és ritka családi örökségnek számít a bogyiszlói zenekar. A tagok talán legfontosabb feladatuknak azt tartják, hogy nagyapáik útját járják, illetve átadják ezt az örökséget gyerekeiknek. Kicsit megy már a visszatanítás is, mondhatom, mert a generációk, sajnos az a generáció, aki ezt igazán művelte, élvezte és szerette, akinek ez a napi életében fontos volt, tehát mondhatta az, hogy minden napokhoz hozzátartozott, azok már nagyon kevesen vannak. Ezek mondhatom, most már ilyen 70-80 éves emberek, akiknek a kocsma világában bogyiszlón is mindig megjelent például a bogyiszlói zenekar. Hisz a nagypapának rengeteg kocsma volt, a révész kocsma, és ők ott minden este muzsikáltak. Nem meghívásra. Ők elmentek dolgozni, mert ők is dolgoztak egyébként valahol mindegyikük, és este szépen mentek és muzsikálgattak. És jött a vendég, akkor annak muzsikált, nem, akkor maguknak is muzsikáltak. Ahogy egykor a nagyapjától tanulta, úgy most saját fiának a legjobb pedagógiai érzékkel tanítja a közösségbe vitt élő népzenélést. Ezt már többször megfogalmaztam, a legnagyobb pedagógiai módszer, amit ő alkotott spontán. Tehát amikor mutattam, hogy van, nem hallod, ez volt az ő válasza, és nekem hallanom kellett, meg lesnem el tőle mindent. Meg az elején is így tanított, hogy hallásból újjait mutatta, aztán nem engedte már azt se, csak halljam is. Most elmegyünk egy mulatságba, és azért van olyan, hogy minden zenét ismerni azért az kuriózum, amit azt mondja, mindent ismerünk, és hát jön egy dal valahonnan, és nem ismerem, és hogyha jól énekel az illet, aki ezt kérek, mondom, hogy énekelj el, és elénekli, akkor mondhatom, már másodszor szinte le tudom játszani. Harmadszor meg már teljesen együtt, mert a zenekar is jön utánunk, és szépen kísérjük. És ez ezért működik. És érzem azt, hogy valóban most, hogy megyünk már a x-edik felé, akkor muszáj az, hogy valahogy ezt mi is adjuk tovább, és természetesen én ezt próbálom továbbadni, és hogy meglepve, hát a családon belül szeretném mindenképp legelsőnek. Mind a gyerek, két fiam is van, illetve van a zenésztársaink között is, ugye testvére vagyunk, ott is vannak azért fiatal srácok, akiket majd megpróbálok arra ösztönözni, és kicsit összekapni őket, hogy azért próbáljatok ti is muzsikálgatni. Mondjuk az én nagyfiam az már elég sokat jár így velünk, ő hegedülgetett, most gitározik, de hát most már vissza akarom rakni a hegedűhöz, mert ez illik hozzánk.
Úgyhogy kisebbiket is most hegedülget, elég régóta, de most megpróbál cimbalomra tanítani, tehát már vannak elképzeléseim, hogy tudnánk ezt megoldani. A zene szép ajándék, vagy a Mihalovics Zsolt. Az, aki élő zenét ajándékoz valakinek, nagy figyelmességről tesz tanúbizonyságot. Arra törekszem, hogy ez az interaktivitás megtörténjen, és megénekeltettem az embereket, és most ki tudja, hogy ott ki van egy nagy koncert, lásd a Szekszárdi Szüreti Fesztivál, volt egy koncertünk ott is ősszel, és ott a Béla téren itt lehetett, hogy mindenki énekel, és így leveg a dolog, és hogy mi kész. Tehát ez ennél szebb nincs. Ez egyen, és akkor meg azt mondjuk, hogy vége van, és akkor mindannyian tapsolunk egymásnak. Na, ez a kölcsönös tiszteletadás. Szóval ezek nagyon nagy élmények egy ember és egy zenésznek az életében. Ez értett tovább, ez visz tovább, és itt érződik azt, hogy van miért és kiért ezt tenned. Sorozatunkban, melyben teret biztosítunk kezdő amatőr zenekarok számára, ezúttal Paksra látogatunk. A következőkben egy olyan klippet láthatnak, mely képi világában jól tükrözi a koronavírus okozta bezártságot, a C4G zenekar alkotása. Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and on Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Another word. Another word I love. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you. My dreams, I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Lucky I'm in love with my best friend.
Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home again. Fill my heart with song and let me sing forever. Lucky to have been where we have been. Tell me how the lucky one you worship and adore. In another world. Oh, that world. In other words, I love you. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!